Bőséges a választék a közelgő ünnep egyik elmaradhatatlan élelmiszeréből, a halból a zalaegerszegi piacon. Az itteni boltba a vevők már érkeznek, hogy időben megvegyék az általuk kedvelt fajtákat. Ilyenkor leginkább a ponty és a harcsa fogy. Az eladóktól gyakran 3-5 liternyi halászléhez kérik a hozzávalókat. Az igényeket friss áruval és folyamatos feltöltéssel igyekeznek kielégíteni. Állandóan frissen hozzuk a halakat. A forgalom az nagyon megnő ilyenkor. Az ugye az éves átlagnak a 8-szorosa lesz legalább. Ilyenkor nagyon sokan vannak, nagyon sok halat keresnek. Friss választékkal, nagyon sok hallal, pontyal, harcsával, amúrral, busával, lazacsal, mindennel próbálunk foglalkozni, és viszonylag nagy szakértelemmel. Noha a halfogyasztás része az egészséges táplálkozásnak, hazánkban ez még mindig a különböző időszakokhoz, alkalmakhoz köthető. Kivételek persze akadnak. Nagyon szeretjük a pontyot, a busát, de nagyon szeretjük a hegytörzset is kirántva. A pontyot meg halászlének, úgyhogy sűrűn látogatom a halboltot, meg amúgy is a halpultokat a záruházba. Túl gyakran nyilván mi sem vásárolunk, de azért karácsonykor, illetve az ünnepekkor, bár évente 3-4-szer biztosan nagyobb vásárlást is eszközölünk, most halászlének vásároltam fejet, belsőséget, filét, illetve apró halat. Az üzletben a jövő héten számítanak még nagyobb forgalomra. Erre folyamatos nyitvatartással készülnek. A vásárlók így a fogásokhoz szükséges alapanyagokat akár még december 24-én is beszerezhetik.